A szlovák másodosztály nyugati csoportjának 7. helyezettje szerezte az első gólt Gyirmóton. A 8. percben egy hazai labdavesztés után Kadara került zicserbe, és nem hagyta ki a kecsegtető lehetőséget. Negyed óra múlva egyenlített a mezőnyfölényben játszó Gyirmót. Völgyi beadása után Tóth Norbert fejelt kapura, de ezt még hárította a vendégek kapusa. Füleki aztán visszajátszotta a labdát, amit Tóth sarokkal továbbított, és Mocskó ezt már csak a gólvonal mögül tudta visszahúzni. A folytatásban is a Gyirmót dominált, ám a 38. percben ismét Ján Kadara volt eredményes. A csatár ugyan a földre fejelte a szöglet után a labdát, de azt nem tudta eltakarítani a védelem. 1-2. Egy pontrugás hozta az egyenlítő gólt is. Kézilabdában kínai figurának mondják ezt, hiszen Völgyi beadását Lázár visszafejelte, Füleki pedig ezután bólintotta a hálóba a labdát. 2-2 után még egy fontos momentuma volt a félidőnek, Máté Jánost állította ki a játékvezető, így a második játékrészre emberhátrányba kerültek a hazaiak. Mindez azonban nem okozott problémát Bene Ferenc tanítványainak, akik helyzetig sem engedték a dénes torcsmisérdieket. A szervezettség a villámgyors ellentámadásoknál is megmutatkozott. Előbb Madarász ismerte fel, hogy tiszta helyzetből hogyan lehet látványos gólt ragasztani a bal felső sarokba, majd a 85. percben a végig nagyon hasznosan játszó Kismáté parádés labdával ugrottak ki Simon Attilát, a gólzsák pedig a kilépő kapus lábai között elgurította a labdát. A jó formában játszó Gyirmót tehát emberhátrányban is simán nyert szlovák ellenfelével szemben.